Sziasztok! Sziasztok! Ahogy látjátok, ismét a tóparton vagyunk, viszont ez nem egy normál horgász videó lesz. Pár héttel ezelőtt én a YouTube és Facebook oldalunkon közzétettem egy kérdést, hogyha kérdésetek van hozzánk, akkor azt nyugodtan küldjétek el felénk, és ebben a videóban ezeket fogjuk megválaszolni, mivel hála Istennek nagyon sokan küldtetek nekünk nagyon sok kérdést, ezért próbálunk rövidek és hatékonyak lenni. Így is hosszú lesz egyébként ez a videó, úgyhogy ahogy ezeknél már megszokhattátok, én a videó leírásában az egyes kérdéseket fel fogom tüntetni időkóddal együtt, és ez egyébként ezt a kis sávot, amit a videó alján megy, ez ilyen szeletekre fogja osztani, és hogyha titeket csak egy bizonyos kérdés érdekel, akkor oda tudtok ugrani hozzá. Kezdjük is gyorsan, mert sok a feladat. Első kérdés, YouTube-bal kezdünk. Csík Bálint kérdezi tőlünk, hogy sziasztok, terveztek-e Haldorado csalikat kipróbálni? Illetve Domonkos Arnold is ezt kérdezte, hogy miért nem használtok Haldorados termékeket? Tesó, miért nem használsz Haldorados termékeket? Én amikor elkezdtem pecázni, én használtam Haldorados terméket is. Nekem is volt a legendás pelletből, az ananászos pelletből, meg egy-kettő másabb csali is volt. Használtam azokat is, fogtam azokkal is halat, úgyhogy szerintem ezek a csalik, ezek ténylegesen szépen ki vannak dolgozva, össze vannak rakva, jól működnek, de én úgy éreztem, hogy a Federmania termékek fogósabbak, és én jobban szeretek velük horgászni, ezért döntöttem úgy, hogy mostantól csak Federmania termékekkel horgászom. Ennyit a gyors és hatékony válaszokról. Hát én meg SBS-szel horgászom, nekem is volt ananászos pop-upom, vagy ez a kis Blendex pop-upom, de én az SBS-ben találtam meg. A jó csalikat minden helyzetre jók, úgyhogy ezért nem horgászunk Haldorado termékekkel, ez még nem zárja ki, hogy fogunk majd a későbbiekben. De erre ez a válaszunk. Menjünk a következő kérdésre, Zoli írta. Sziasztok, mindenki a pecával kapcsolatos kérdéseket tesz fel. Én úgy gondolom, hogy sok embernek szimpatikusak vagytok, köszönjük szépen. És lehet kíváncsiak, hogy kik is vagytok valójában. Elmondjátok, mivel foglalkoztok, ha nem pecáztok? Illetve hogyan oldjátok meg, hogy a családi életet összeegyeztetitek ezzel a sok horgászattal? Remélem nem sértő és túl személyes kérdések. Abszolút nem. Szerintem kezd el. Mi volt az első kérdés? Mivel foglalkozol, ha nem pecázol? Én gépészmérnök vagyok, gépészmérnöki végzettséggel dolgozom minőségirányítás területen, egy multicégnek. Igazából ennyi elég is, könnyebb lesz akkor megvágni. Én pedig közgazdász végzettségű vagyok, és informatikai cégnél dolgozom, és szoftverek tervezésével foglalkozom. Ezért meg tudtam tervezni a Fish & Trips alkalmazást, amit hamarosan letölthettek a webstore-ból. Mi volt a másik kérdés? Hogyan oldjátok meg a családi életet, ha ennyit pecáztok? Igazából 2018-ban indult újra ez a pecás szériánk. Hosszú lesz akkor, ez a videó! Mondjad! Szóval 2018-ban kezdtük újra ezt a pecás szériát, én akkor váltam el, úgyhogy így kicsivel több időm maradt a család mellett a pecázásra. Nekem ez adja a lehetőséget. Valamint az, hogy olyan társak vannak mellettem, akik szintén szeretnek a szabadban lenni, szintén szeretnek horgászni. Úgyhogy így adott a lehetőség. Ha van egy kis szabadidőnk, akkor megyünk ki a természetbe. Na hát én pedig, nekem nincsenek gyermekeim. Nekem a gyermekeim, a tesóm gyermekei, én velük érzem nagyon jól magam, illetve hát ahogy láthatjátok a videóban, ők is sokszor elkísérnek minket, hála Istennek egy-egy horgásztúrára, illetve a párom Viktória nagyon szeret kint lenni a természetben, és így adott, hogy ő is eljön velünk horgásztúrára. Úgy gyakorlatilag így ez nem okoz nehézséget, hogy összeegyeztessük a pecát a család élete, reméljük ez így marad a jövőben is. Szerintem jó válasz volt, mehetünk tovább. Kulcsár Benedeké a következő kérdés. Sziasztok! Lesz Rolandnak is felszerelés bemutatója? Kíváncsi lennék mind a kettőtök felszerelésére. Teljes bemutató még úgysem volt. Én ezt egy kicsit így kiegészíteném, gondolom Benedek arra gondol, hogy nekem még nagyon régen, egy-két évvel ezelőtt volt egy olyan videó, amikor így a teljes horgász felszerelésemet kitettem a Dunaparton, és akkor ott botokat, orsókat, mindent bemutattam egyszerre. Kicsit elébe megyek a kérdésnek, igaz, hogy nem hozzám szólt a kérdés, de szerintem ilyet mi most nem tervezünk, hanem mindig a horgász felszerelésünk egy kis részletét mutatjuk be. És hát Rolandnak az Enzon SS botjairól volt bemutató. Igen. És hát még tervezel a mást is. Igen. Az igazság, hogy nekem is megvan most a lehetőségem, hogy több botot kipróbáljak, úgyhogy valószínűleg nagyon sok ilyen jellegű bemutatót fogtok látni. Én sokkal jobban szeretem ezt az akció közbeni bemutatást, amikor látjátok, hogy hogyan dolgoznak a botok, milyen felszereléssel horgászunk, milyen orsót használunk, milyen damilokat.
Én akkor fogok ilyen rövidebb bemutatókat csinálni, és akkor majd bemutatom az összes többi kiegészítőt is, amivel horgászok. Egyébként nekem nagyon-nagyon le van egyszerűsítve a féderezésnek egy nagyon kis szegmensét használom. Szerintem ez bevált, működik, úgyhogy ameddig működik, én nem változtatok rajta. Fogtok látni még dolgokat. Jó, köszönöm tesó, illetve Galamb Dávid is ezt a kérdést tette fel, hát őt is szeretnék megemlíteni, tehát a válasz itt volt. Ja, és egyébként, hogyha ilyen csipogást, jelzőket hallottatok, a botok most is be vannak vetve, úgyhogy remélem ezt a videót nem fogja tudni végig felvenni, és akkor megszakítja egy-egy kapás, de amíg nincs kapás, addig menjünk tovább. Hegedűs Lórándi a következő kérdés. Sziasztok, horgáztatok már a Székesfehérvár melletti Börgönpusztai horgászparadicsomban? Nem horgáztunk. Ha még nem, akkor mindenképp ajánlom, mivel nagyon szép pontyok, amúrok és tokhalak lakják. A halak átlag súlya megközelíti a 10 kilót. A tóra mindenképpen májas kaját és csalikat ajánlunk. Köszönjük szépen a tippet, nekem van egy listám, amiben ezeket a tőletek kapott tippeket felírogatom, és majd idővel, amikor eldöntjük, hogy hova megyünk pecázni, lehet, hogy ez az említett tó is sorra fog kerülni. Még egyszer köszönjük szépen a tippet. Megyek tovább, jó? Jó. Harai Péter, mikor jöttök el a Fenyves tóra? Tesóm, most nézted meg a Fenyves tavat a mobilon, mikor megyünk el a Fenyves tóra? Igen, én gondolkodtam rajta, hogy láttam-e róla videót, láttam. Nagyon kemény, nagyon, nagyon durva a víz. Nem kimondottam ez a féderes peca. Attól függetlenül, ahogy öcsém is említette az előbb, szoktunk, minden évben elmegyünk sok új helyre. Úgyhogy előfordulhat, hogy ide is elnézünk. Nincsen jelenleg a rövid távú terveinkbe beiktatva, de tudjátok, majd meg tudjátok, hogy oda megyünk. Ja, utólag. Általában előre nem szoktuk feltenni a Facebook és YouTube oldalon, akkor külön nagyon sokan kérditek, hogy mikor megyünk ide, szóljunk, és mi ezeket nem szoktuk. Egyrészt, hogyha mégsem úgy alakul, nem szeretnénk csalódást okozni az embereknek, hogy esetleg foglalnak oda terveznek túrát, és mi mégsem tudunk elmenni. Másrészt elég sokan néznek minket, nem szeretnénk azt, hogy tele legyen a tópart, és pont nekünk ne jusson hely, de szerintem majd el fogunk oda menni. Nézzük a következő kérdést. Erik írta. Esetleg várható olyan tartalom, amiben elmondjátok, bemutatjátok, hogyan kezdtek neki egy pecának egy ismeretlen vízterületen, miként döntitek el, hogy milyen ízvilágú, színvilágú méretű csalit alkalmaztok, valamint hogyan döntitek el, hogy a végszereléketek hova kerül. Gyakorlati bemutató videó sokaknak segítene szerintem. Válaszatokat előre is köszönöm. Hát figyelj, Erik, adtál egy ötletet. Lesz. Lehet, hogy lesz. Akkor majd az egyik ilyen videónkat azt így építjük fel. Általában ezeket a kérdéseket egyébként mi egymás között meg szoktuk vitatni, csak az kicsit száraz tartalom lenne, ezeket nem feltétlenül szoktuk beletenni a videóba, de ha igénylitek, akkor az egyik következő videóba ez bele fog kerülni. Azért láthatjátok, hogy a mi videóink inkább a szórakoztató részét emelik ki a horgászatnak, nem annyira ezt a technikai részét. Nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk felkészültek, és nem nézünk utána ezeknek a dolgoknak, de nagyon-nagyon sok olyan videó van a YouTube-on egyébként, ahol ilyen dolgokat is láthatok. Szerintem a Jankovics Krisztiánnak minden egyes videója felépül arra a részre is, hogy ő hogyan készül fel egy vízre, milyen ötlettel, milyen tervel megy oda, és azt hogyan valósítja meg. Én mindenkinek ezt javaslom, nekünk is mindig van tervünk, amikor elindulunk horgászni. Egyébként itt kicsit beleszokok Krisztián videóiba, közel sincs benne minden, amit ő csinál, ő nagyon alaposan felkészül egyébként, egy részét bele szokta tenni, de én tudom, hogy ő aztán otthon összehúzza az utcában a botokat a megfelelő távolságra. Nyilván ezek kimaradnak a videóból, és csak azt látjátok, hogy 35 méterre dobok, de az a 35 méter ez úgy jön ki, hogy otthon 6 botot összehúz még otthon a pece előtt, meg bekeveri az etetőanyagot, szóval ő azért nagyon alaposan felkészül, sokkal alaposabban, mint mi. Következő kérdés Tibikéhez szól, ő most itt eltűnt, nem látom sehol, majd ha visszajön, akkor erre a kérdésre visszatérünk, úgyhogy ugrunk egyet. Krén Zoltán, kedves nézőnk, kérdezi, hogy sziasztok, mikortól lesz elérhető, letölthető a saját app, amit a legutóbbi videóban használt Viktor. Köszönjük szépen a kérdést. Bevallom őszintén, most ugye november közepe van, én ilyenkorra már ezt szerettem volna kiadni, de hát még nem készült el. Ugye ezt én egyedül csinálom, mivel ahogy hallottátok, én közgazdász vagyok, a fejlesztést ezt így meg kellett tanulnom, és hát a pecák, illetve az egyéb munkák mellett most nincsen sok időm ezzel foglalkozni, amikor lehet hétvégén, testénként ezt fejleszgetem. Szerintem így a karácsonyi szünetben véglegesíteni fogom tudni az első verziót, és akkor jövő évben már tudtok ezzel kezdeni az első pecákon. Hát ki mikor megy az első pecáira, ez lehet majd január, február, március, én szeretném egyébként januárban már feltölteni az egyes App Store-okba. Lós Tamás kérdése.
Sziasztok! Az a kérdésem, mentek ősszel Ohatra? Tesó, megyünk ősszel Ohatra? Nem tudom. Nem. Ha idén őszre gondoltál, nem, ugyanis november közepe van, idén már nem megyünk. Én tudom, hogy említettem a nyári ohati pece, hogy ide ősszel jó lenne visszatérni. Hát két dolog, egyrészt sűrű volt az őszi kalendárunk, így horgászat szempontjából, másik, megmondom őszintén, engem az a tópart annyira nem fogott meg. Szép halakat fogtunk, de hogy ott ilyen, ahogy láthattátok is, mindenféle drótokon kellett ott keresztbe kasba mászkálni, amikor bementem a melles csizmába a vízbe, hát azt infrastruktúrális szempontból azt a tavat egy kicsit fejleszthetnék. Lehet, hogy még vissza fogunk térni, nekem nem lett a szívem csücske, őszintén megmondom. Halálománya viszont az elég jó, úgyhogy az mindig is vonzó. Szerintem még fogunk ott horgászni, de valószínűleg ott ilyen ad-hoc pecák lesznek. Menjünk ki, ugorjunk ki a környéken valamelyik túra, hogyha mondjuk Miskolcon vagyunk, és akkor elmegyünk. Sandítok itt balra, Tibike, hozzád is jött egy kérdés a kedves nézőknek. Gyere, Tibike! Elmondod, hogy mi a véleményed a Croco Super Multicról, illetve a Shimano Ultegrákról? Sziasztok! Croco Super Multi, illetve a Shimano Ultegra. Egy őszinte véleményt a kamerában, ne nekem mond. Botokkal úgy nincs problémám, egyébként nagyon jó botok. Viszont annyi, hogy ez a kihúzhatós része nekem annyira nem jött be. Hát igen, én megmondom őszintén, én hallottam, amikor egyszer dobtál, hogy mintha recsent volna. Igen, meg egy idő után úgy, mintha szorulna. Uh-huh. Úgyhogy az a funkciója szerintem nem igazán jó, de amúgy maga a bot az nagyon jó. A blank az jó volt, ezt az én nagyon jó. Az alsó, hát az alsók azok tipikus ezek a tömegorsó, magyarán mondva, az az Ultegrák. Nekem a fékével annyira nem volt lamelláztam, de vagy szorult, vagy nagyon engedte a féket, és így nem. Igen, egyébként mind a kettőre kell, ugye a Croco egyrészt az a Super Multi, ezért nem véletlen. A Croco nagyon jó blankokat használ, ez a Super Multi dolog szerintem ez egy kicsit kapufa lett, viszont a mostani botjaikban nem véletlen az új szériákban már ez nincsen meg. Mm. Most kijöttek ezek a Competition, meg az F1, azok már lehet, hogy jobb. Ott azt mondták, hogy 390, az 390, 360, 360, aztán 2. Ezt mi is gondoltuk, hogy ez hosszú távon nem biztos, hogy jó lesz, egy ötletek nem volt rossz. Nekem nagyon tetszett, én megmondom őszintén, nekem volt egy ilyen ötletem, szerintem még beszéltem is annak idején velük, hogy miért nem csináltok meg azt, hogy kihúzható nyel, összedugható, mert igazából a legjobb az, hogy kihúzod a botot, egy nagy bottal dobsz, és egy kis bottal fárasztasz. Tehát maga az elmélet, az nagyon-nagyon ott van. Gyakorlatban azért nagyon nehéz kivitelezni. Szerintem ahhoz képest, hogy első próbálkozás, meg milyen koncepció, szerintem azért azok jó botok, csak hát dolgozni kell. Ez nem erre való, hogy te elképzelted. Tehát ezt nem lehet úgy megcsinálni, mint hogy te elképzelted, hogy dobsz a 420-assal, kicsavarod és össze, mert azért annál kicsit nehézkesebb ott az összerakás. Igen. Az arra való, hogy előre pecánál beállítod, és akkor azzal horgászol. Főleg nem egy féderezésnél, ugye, ami elméletileg arról szól, hogy azért ütemesen, időről időre azért az napi szinten rengeteg kibe. Mert az a baj, hogy muszáj vagy összetolni, mert nem fér bele egyébként ott a sokjába. Mert ha nem tolnád össze, akkor azt mondom, oké. Okay. Simon Ultegrára visszatérve, igen, egyébként nekünk az 5500-as Ultegrák voltak, neked meg a 12000-es, azt hiszem? Nem, 14. 14000-es, és az nekem is feltűnt, hogy a 14000-es Ultegrád, amikor a Coin kézbe vettem és fászott, hát az ég és föld, mivel rosszabb volt, mint az 5500-as sima XTD-ket. Tehát a fékje letapadt tényleg, nyeklet nyaklott az egész, tehát az 5500-as ahhoz képest egy pöpec orsó. Pedig én azt sem mondanám egy csúcs szuperre. És azért az 5500-asnak is vannak szépen. Tehát morog, csörök, csattog, a dajváiknak sokkal szebb a futása. Az a baj, hogy a filc lamellák, amik szerintem nagy, hosszú fékút is, az de hát az 5500-oson az van, és az pöpec. Na mindegy, ezt kibeszéltük, köszönjük szépen, majd hogyha lesz még kérdés, akkor jobbálok. Köszi a segítséget, Tibike! Jó, és akkor az utolsó YouTube-os kérdés, az pedig Bodócs Róbert küldte. Üdv, a Daiwa Infinity Monofil Damilról, ha mondanátok nekem egy pár szavas véleményt, megköszönném. Illetve a tokai pecákra visszautalva, a halaitok többsége a kemény részről jött, vagy tudtatok fogni az iszapos részekről is, amiből ugye van bőven. Azt hiszem, akkor ez nekem szól ez a kérdés. Én azt mondtam is az első vatkanos pecán, ahogy láthattátok, az már kiment a csatornánkról, ott ez a Infinity Duo karbzsinór volt, nekem az nagyon tetszett. Az egy ilyen zöld és fekete felváltva volt, zöld és fekete rész, ilyen kamó mintás volt a zsinór, nagyon pöpec volt. Az emblem orsókon volt rajta, én nagyon szerettem, én most is egyébként azt használnám,
hogyha a harsányi túránk miatt nem kellett volna 28-as zsinort feltennem, az ugye 27-es méretű volt. Úgyhogy én azt a zsinort, azt mindenkinek csak ajánlani tudom. Talán egyetlen hátrányát tudnék felsorolni, ugye az, hogy ez a zöld-fekete, ez nappal nagyon jól néz ki, nagyon jól látható, éjjel viszont, mivel zöld-fekete, nem ilyen UV-színűnél, kevésbé látható. És akkor a másik kérdés, és ezzel a YouTube-osnak a végére is érünk, ugye az volt, hogy Tokajba, ahol egyébként most is vagyunk, csak itt mi most a nomádtavon vagyunk, és a te kérdésed viszont a faházasra vonatkozik, hogy a halaink többsége a kemény részről jött-e vagy sem. Én úgy emlékszem, hogy a srácok ti a kemény részre bójáztatok le, illetve én bójáztam a Tibikével, vagy Tibike bójázott le velem, viszont én a part közelbe, hogyha a legutóbbi videó, Tokaj videónkat megnézitek, ott balra, a stéktől balra dobtam el a part menti részre, a parttól az kb. 15 méterre letett, és ott pont azt csináltuk, hogy a bóját, azt a kemény és az iszapos résznek a váltakozását, tehát addig tapogattunk, amíg kemény, és hopp, itt már iszapos, pont oda tettük le a bóját, és emlékeim szerint mind a két helyről jött, ugye én PVA beget dobtam oda rá, túldobtam a bóján, de akkor is az volt, hogy a kemény és az iszapos, és dobtam a keményre is, meg dobtam az iszaposra is, és a PVA-bekbe az a jó, hogy mivel abban van egy kis lebegő, nem ül bele úgy, mint mondjuk egy metód, illetve hát 30-40 méterre dobtam, tehát ott, amikor beesett, ráfogtam a dobra, és akkor szépen leül ugye a zsinór. Szóval a válasz a kérdésre, fogtam a keményről is, fogtam az iszaposról is, szerintem a legjobb a váltás, tehát próbálgatni kell, nem, szerintem ez nem egy olyan általános recept, hogy na mindig a keményen, vagy mindig az iszaposon jött. Ott szerintem egy ilyen helyen, mint mondjuk Tokaj, érdemes megkeresni a váltást, mondjuk oda letenni a bóját, és akkor tudod, hogy ha a bóját mondjuk balra dobsz, akkor iszaposon vagy, ha jobbra dobsz, akkor keményen, mind a kettőt megeteted, és ahonnan jön a hal, onnan tud jönni. Ennyi volt a YouTube-os kérdések, és még hátra van rengeteg Facebookos kérdés, mert szerintem most egy kicsit pihenünk, megiszünk egy forralt bort, eszünk valamit, aztán felveszünk a többi kérdése is a választ, tartsatok velünk továbbra is. Folytatjuk a kérdések megválaszolását, ezúttal a Facebookon feltett kérdéseket fogjuk megválaszolni. Sajnos a halak nem valószínű, hogy meg fogják zavarni, hiszen eddig elég csehül állunk kapásügyileg, de legalább fel tudjuk venni nektek ezt a videót. Szóval, Juhász Ádám kérdezi, sziasztok, Dajva versus Shimano Orsók, futásfék megbízhatóság, köszi. Mondotta vagy mondjam én? Amíg te felhúzod a pólódat, mert meg fogsz fázni, addig én elmondom, hogy ugye nekem volt Dajva is, meg Shimano is, nekem futásügyileg a Dajvák sokkal jobban bejöttek, sokkal szebb a futásuk. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én a Custom Orsókat hasonlítottam össze először a Shimano Ultegra XTD-vel, igen. Hát azért a Custom az egy magasabb színvonalat képvisel, mind árban is, mind technikailag is. Nekem a Dajvák jobban bejönnek. Én szeretem a gyorsféket, nekem a gyorsfék is bejön, viszont bátyám, te nem biztos, hogy szereted annyira a gyorsféket. Nem. Próbáltam a gyorsat is. Én azt szeretem, hogyha finomabban lehet állítani. Egyébként egyetértek, én is horgáztam, mint Shimanoval, mint Dajvával, és a Dajvák futásban kicsit többet tudnak. Fékben meg ki mit szeret. Illetve megbízhatóság is még kérdés volt. Hát nekem a Shimanók egy idő után az XTD az nem volt egy éves, és elkezdett morogni. Szerintem a Warpshaftnak az a műanyag hajtótengelye. A Dajvával ilyen belső probléma nincsen, ott egyetlen jel van ez a fémes hang, amit ti is hallhattok a videóban, de az a zsinórvezető görgő alól jön. Ezt már mondtam egy korábbi videómban is, hogy az nincs ott megcsapágyazva a Dajvánál. Technikailag ők ezt találták ki, ezt a persejes dolgot, forog a görgő, tehát nem áll be, nem csavarja a zsinort. Ha valakit nagyon zavar egyébként, ott egy csillagcsavart kell egy kicsit meglazítani, és ilyen olajat alá lehet tenni, és akkor ezt lehet orvosolni. De egyébként, ha elkezdett tekerni az orsót, bemelegszik, és egy idő után megszűnik az a hang. Na, következő kérdés, Mihalkó Balázs, hogy van ennyi szabad időtök? Hát szerintem úgy van szabad időnk, hogy mindenkinek arra van szabad ideje, amit szeretne csinálni. Én nekünk a horgászat a hobbink. Én erre szánom a szabadidőmet, ezért van ennyi, illetve egyébként nekem a munkám is egy kicsit megengedi, tehát én nem ilyen 9-től 5-ig munkaidőben vagyok, hanem külsős vagyok a cégnél, ahol dolgozom, és eleve úgy kötöttem szerződést, hogy ha lehet és a projektjeim engedik, akkor heti 4 napban dolgozom csak, és akkor így heti 1 napban plusz a hétvége az marad a hobbikra, ami ugye a horgászat, a filmkészítés és most az appnak a fejlesztése. Hál' Istennek körülöttünk is, akik velünk vannak, szeretnek horgászni, vagy szeretnek ki lenni a természetben, gyerekek is. Úgyhogy igen, sok hétvégénk elmegy rá, sokszor kimozdulunk
addig sem kütyüzünk, nem nyomkodjuk a telefont otthon, hanem kint vagyunk a szabadban, a friss levegőn. Ja, bocs, hogyha szabad vágok. Én nem is tudom, mikor voltam utoljára például kocsmázni meg ilyenek, tehát abszolút nem járunk. Ha a baráti társaságban van egy ilyen születésnap, akkor elmegyünk egy ilyen összejövetelre, akkor sem már inkább kocsmában, nem ilyen kerti bulikra szoktunk elmenni valakinek, akinek van kertje, úgyhogy hát innen jön a sok szabad idő. Következő kérdés, kinek mi a kedvenc csalija? Tesó, van kedvenc csalid? Hát persze, Federmanni a csali. Teljes paletta. Hát ilyen nem lehet, hogy... Ugye a BCN-t azt nagyon szeretem, azzal nagyon-nagyon sok halat fogtam. Mai napig sok halat fogok vele, úgyhogy mondhatjuk akkor, hogy a Federmanni a BCN a kedvenc jó csali ízvilágon. Nekem amikor tavaly elhangzott ez a kérdés, akkor egyértelműen az ananászos pop-up volt az SBS-től. Idén azzal valahogy kevesebb halat fogtam, illetve kevesebb szer is tettem fel. Most ugye én egy kicsit nyitottam így a boil is vonal felé, és ha most így az utóbbi pár pecát kell néznem, akkor nekem a kedvencem ezek az SBS-nek ez a Double Trick Wafter nevű csaliai lettek, aminek így a külső része egy ilyen oldódó rész, és akkor van egy főzött belső magja. Most így az a nagy kedvenc nálam. Ha ízvilágot kell mondani, akkor az a C2, ez ugye láthattátok a Móri videóban, fogtam vele két 20 pluszos halat, azért az nyomot hagy az emberben, illetve más pecákon is szépen adott halat, úgyhogy most ezt mondanám. De azért még mindig szeretem az ananászos pop-upot is. Következő. Sziasztok! Terveztek Szabolcs megyében horgászatot? Ha igen, merre? Tervezünk, igen. Áprilisban, 22. áprilisban fogunk menni őzetanyára, az már le is van foglalva, az az időpont, illetve 22. júniusában, Tibike? Júniusában fogunk menni a pazonyi horgásztanyára, az is már le van foglalva, az is Nyíregyháza közelében van, ugye? Igen, tehát az is még Szabolcs megye, úgyhogy igen, tervezünk. Majd írjatok ránk, ha esetleg meg akartok minket látogatni, akkor ha engedik a vírusszabályok, akkor lehet. Most is egyébként itt volt egy kedves kolléga, itt horgászik a másik álláson, átjött elújságolni, hogy most nézte meg a harsányi videónkat, nagyon tetszett neki. Nekünk is tetszett, egyébként megnéztük már, vagy kétszer. Mi is megnéztük. Itt a Tokai Kovásta van egy ilyen jó állás, amikor van egy bazi nagy okos TV, YouTube kliens van rajta, és azon megnéztük a videót, tök jó volt. Következő, János Fresgyák, Fresgyák János, ő nagyon régi nézőnk, illetve nagyon sokat kommentel, ezt köszönjük is neki. Hali, Somogy megyébe van-e esetleg terve peca? Ha igen, akkor hova? Ez volt az egyik kérdése. Igen, van. Kiskorpádra megyünk jövő szeptemberbe talán. Illetve engem még vonz a Hidegvölgyön, ott egyszer voltunk, Siófok alatt. Én oda még elmennék egyszer, mert akkor csak így még nagyon kezdő korunkban voltunk, és hát azóta láttuk ott a Facebook oldalán, hogy szép nagy halak vannak benne. Nekünk sikerült fogni egy-két kis pontyot benne, de az igazán nagyot nem, úgyhogy oda én még visszanéznék. Vagy Mária csatorna, Gyékényes. De ami le van már fixálva, az a kis Korpád. Ez volt a Jánosnak az egyik kérdése. Több napos túrán főzni szoktatok valami komolyabbat, vagy rendeltek mindig? Ez változó. Általában, ha Tibike itt van velünk, akkor főzünk, hiszen ő szakács, a végzettségét tekintve. Is. Főleg ilyen nyári pecákon azért veszünk ilyen eldobható grillt, és akkor grillezünk húsokat, illetve kolbászokat, akkor szoktunk főzni. Egyébként én pedig szeretem a helyi vendéglátóipari egységeknek a kínálatát végigkóstolni. Például nagyon jó volt, az, ha emlékeztek, a Vatkan videóban találtunk, a tótól 20 kilométerre volt egy csárd, és nagyon jó kaját hoztak ki. És ráadásul úgy volt 20 km szerpentineken, tehát az egy fél óra alsó hangon az út csak oda, megvisz, és kihozták nekünk a kaját. És ahogy akkor is én mondtam nektek is, hogy szerintem, ha tehetitek, akkor támogassátok a helyi vendéglátóipari egységet azzal, hogy ha elmentek egy ilyen túrára, akkor tőlük rendeltek. Persze, ha főzni szerettek, akkor az is egy nagyon jó dolog. És még van egy kérdés, és végül a sörikéhez mit küldtetek rövidet? Rövidet nem nagyon szoktunk inni, illetve ha iszunk, akkor egy kis viszkit kólával. De nem iszom rövidet. De sörikét sem nagyon szoktunk inni. De szerintem erről még lesz kérdés, majd akkor kifejtem. Jó, akkor lépjünk tovább. Ja, illetve még János írt, hogy görbüljön. Köszönjük szépen. Az most jó lenne. Süle Józsefé a következő kérdés. Melyik bottal tudtok a legmesszebbre dobni? Köszi a választ. Tesó, melyik bottal tudsz a legmesszebbre dobni? Szerintem most az Enzon az évvel. Az évvel? Az enyémmel? Igen. Ja, hát igen, és a Tibikével még messzebb tudnál dobni, ugyanis Tibikének most itt van egy 180 g-os Enzon Z-je. Na hát, ha az enyémmel dobott tesóm a 150 g-ossal 120 méter, szerintem a 180-assal abban benne van egy 130.
mondjuk egy jó százas metód kosárral. Én akkorát nem tudok dobni. Én pedig a legmesszebbre, ezt biztosan állítom, a Daiwa Magyarországtól kapott Daiwa Emblem bottal tudok dobni. Azt láthattátok a tribai videónkban, illetve Halsányban is azzal horgáztam. Hát tribaiban ott 110-re voltam klipszelve, és simán ütötte a klipszet, csak egy 100 g-os kosárral, ólommal. És hát volt olyan, hogy kiakasztottam a klipszből, és csak úgy jól megküldtem, ahogy tudtam. Ott ugye egy magas gátról dobtunk, alsó hangon 140-ig elment, mert ugye ott a gátról fel visszafeszítettem a zsinort, leraktam, előre kellett menni olyan 8-10 métert, vagy nem tudom mennyit, lehet, hogy csak 5-8-at. Na mindegy, leraktam a botot, és még a 110-es jelölés bőven kint volt a bot előtt a víz felett. Úgyhogy nekem most a Daiwa Emblem. De lehet, hogy még a közeljövőben fog hozzám kerülni olyan bot, amivel még nagyobbat fog dobni. Illetve jövő hónapban, ha az időjárás is úgy engedi, tervezünk egy olyan videót, amikor a nálam lévő ilyen tesztbotokat azt találjuk, egy kis dobótesztnek, és megnézzük, hogy melyikkel sikerül messzebbre dobni. Ott nem a távolság lesz az abszolút távolság elérése a cél, hanem relatív, hogy összehasonlítva ugyanazzal a szereléssel, meddig repülnek a botok. Na, de lépjünk tovább, mert megint hosszú lesz ez a videó. Major Robert, sziasztok, én azt kérdezném, hogy szoktatok-e menni rapid fél egynapos gyorspecára, és arra mivel, hogyan készültök? Köszönöm a választotok előre, és hűséges nézőtök, Major Robert. Robert, mi köszönjük, hogy köszönjük írtál, szépen. És azt is, hogy nézed a csatornánkat. Persze, hogy szoktunk menni, tesóm, akkor mondd el te, hogy készülsz egy hát szerintem az elején leginkább rapid pecákra jártunk. Többet, most már azért belefér egy-egy hosszabb peca is. Meg szoktuk nézni, hogy milyen vízre megyünk, milyen a mélysége, nagyjából milyen kommentek jönnek, tehát azért utána szoktunk nézni, hogy milyen jellegű csalik alatt. Sosem kérdezzük meg, hogy mivel fogják a halat, hanem hogy milyen ízvilág működik ott, és azt segít nekünk is eldönteni, hogy milyen ízvilágú etetőanyagot, illetve csalit párosítsunk össze. Nagyjából ennyi. Igazából nincs benne nagy ördöngösség. Az internet világában már minden megtalálható az interneten. Én így általában úgy idézőjelesen meg szoktam álmodni, hogy mivel szeretnék horgászni. Ha bányatóra megyünk, és mondjuk nem ilyen őszi idő van, én nagyon szeretem a part közeli töréseket megkeresni, és akkor arra egy ilyen pelletekből bojlikból álló, tört bojlikból álló etetést készíteni. Meg hát bányatóra nekem vannak favoritjaim, meg az ilyen jellegű ilyen feltöltött vizekre is vannak favoritjaim. Nyilván ugye én sokszor SBS cuccokkal horgászom, és ott nagyon jó, hogy az oliék azért a csalik mellé odaírják, hogy milyen időszakban javasolják, tehát ott M1 nagy kedvencem, az fűszeres, tehát az tavasz és őszi időben jó, az ananászos egész évben, de például a C2, amit az előbb említettem, hogy az egyik kedvenc csalim, az leginkább nyári csali, ugye az egy tinta halálfonya, büdös halas jellegű, az inkább nyáron, most már ilyenkor nem biztos, hogy az menne. Tehát ilyeneket veszünk figyelembe. Igen. Jó, nézzük a következő, ismét csak nem szakmai kérdést. Pajor Gyula, nem szakmai kérdés, az lesz elég. Milyen sört szoktatok tolni peca közben? Társam, te ugye nem szoktál? Én nem sörözöm, én csak fröccsözni szoktam. Én pedig, Tibike most beleszólt, hogy ő sörözik, de őt nem kérdezik meg, milyen sört iszik. Most is valami bort, vagy nem tudom, mit iszik. Szóval, sört, én nagyon ritkán szoktam sört inni, én is inkább, hogyha bátyámmal megyünk el, akkor fröccsöt szoktunk inni, főleg a nyári időszakban. Szerintem az jobb, ugye magasabb a víztartalma, tehát, hogyha elmegyünk egy 3-4 napos pecára, azt úgy képzétek el, hogy 3-4 darab sört szoktam magammal vinni, és abból is inkább a minőségre helyezem a hangsúlyt, nem a mennyiségre. Hát Guinness-t, vagy ezt a francia búzasört, ezt az 1664-et, az nekem úgy tetszik. Egyet elszűrt csörgetek úgy egy fél óra alatt, és az nekem úgy elég is. Hát ennyi. Vadász Attila. Kinek mi a kedvenc technikája? Metód, PV, jobbek, stb. Neked mi a kedvenced? Féderezek nekem. Csak a féder. Na jó, de féderem belül is. Vagy bordáskosár. Általában szoktam, hogyha ismeretlen helyre megyek, akkor egy bordáskosár, egy flat metód, és értelemszerűen, ami utána jobban adja, vagy jobban működik, arra átváltok. Vagy még az szokott ugye a döntésbe beleszólni, hogy milyen távolságra kell pecázni. Közelebbre, akkor itt mozog mögöttünk a hal. Szerintem egy tokhal kijött ide megnézni a műsort. Pont jött ki. Pont jó. Na, jó van. Ha szerencsénk van, akkor látszott is itt köztünk a vízfelszínén.
Jó, akkor neked a metód, meg a bordáskosár. Én, hát, azt azért láthattátok a filmekben, én amikor féderbottal horgáztam, akkor is spinner rig, ilyen, amikor helikopter rig, meg ilyeneket. Én akkor a PVA bag az egyik nagy kedvencem, hogyha tudom, és engedi a vízterület, akkor a PVA baggel szoktam horgászni. Az gyakorlatilag a, mondhatjuk úgy, hogy a bojlisok metódja, kb. Hasonló a szisztematikája annak a dolognak, csak annyival több, hogy ott a folyadékot is bele tudod tölteni az acskóba, és az itt robbanásszerűen jön szét, azért szerintem az nagy előny. Illetve még a mostanában egy helikopter szerelék szokott lenni, az meg így a dobhatóság miatt tetszik nagyon nekem. Azzal ugye, amikor harsányban voltam, azért ott 112, nem vagyok egy nagy dobó, de azzal azért simán el tudtam dobni a tükéknél jóval messzebb lévő 112 méteren elhelyezett bújjára. Jó, nézzük a következő kérdést. Schönberger Gábor. Terveztek-e menni és filmezni az élő Duna Tisza-Tiszató-3-asra? Terveztek-e busázni, márnázni? Szerintem nagyon tuti lenne a három helyszín közül akármelyik. Én már a Dunán egyszer voltam Robert barátommal, márnázni mentünk ki, és fogtam is egy ilyen kicsike márnát. Az egy nagyon rövid, ilyen rapid peca volt, tehát talán vittem magammal videófelszerelést, de nem jött össze annyi anyag, hogy abból filmet tudtam volna csinálni, de mindenféleképpen benne van a terve. Idén ősszel szerettem volna egyébként egy ilyen tartósabb márnázásra kimenni valakivel, aki így ismeri a vízterületet. Hát ez a vírusos dolog, ez azért ezeknek a terveknek nagyon bekavart, úgyhogy valószínűleg ez csúszik a következő szezonra, úgyhogy jövő ősszel talán, ha találunk olyan ismerőst, akár ti is közületek is, aki rendszeresen jár mondjuk a Dunára márnázni és szép eredményeket szokott elérni, akkor szívesen vennénk, hogyha ennek a rejtelmeibe beavatna minket, mert hát valljuk be, mi tavipecások vagyunk, tavimókusok, ahogy valaki írta, úgyhogy ez azért anélkül nem fog menni, hogy valaki segítene, hát ha találunk ilyet. De vonzó számunkra is. Igen. Idén is terveztük, nem jött akkor össze, picit. Talán jövőre. Illetve még a Balaton. Így. Illetve még a Balaton, amire vágyunk, hogy menjünk el, idén őszre, tavaly őszre terveztük. Tavaly őszre terveztük az IBCC előtti hétre, szakadt az eső, az le kellett mondjuk azt a túránkat. Idén ősszel sem jutottunk el, mert máshol voltunk horgászni. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy majd talán jövőre. Meg dobós peca, úgyhogy szerintem a Balaton nekünk inkább a szezon elején. Április, amikor jönnek kifelé a halak. Ősszel már befelé mennek, az már, akkor nekünk esélytelen. Az már ilyesmi. Jó, következő kérdés ugyanerre a vonalra illeszkedik. Tápai Balázs, terveztek-e menni nehezebb vizekre? Egyrészt nehezebb vizekre. Welcome, tessék. Lehet itt halat fogni. Két napja itt vagyunk és két halat sikerült fogni. Tehát mondják azt, hogy a telepített tó tele van hallal. Gyertek ide, fogjatok halat most. Beszéltünk a szomszédokkal, ők egyébként most nézték meg a harsányi videónkat. Nagyon tetszett neki. Ők se nagyon tudnak halat fogni. Sőt, a mellettünk lévők se. Általánban ott fogtak egy párat. Hát egy ilyen telepített víz is tud nehéz lenni, de a viccet félretéve, ugye tervezünk, hogy az előbb említettük Balaton, a Duna is terve van, illetve mi miskolciak vagyunk, Miskolc mellett van két nagy bányató, a Debrecen és a Gólem. Ezek nem telepítettek, ezek egyesületi vizek. Én oda is mindenféleképpen szeretnék kimenni, csak hát ahhoz, hogy ott eredményt érjünk el, ott oda ilyen több napos pecát kell tervezni, viszont a körülmények azok eléggé nehezek, mármint úgy, hogy nincsen semmi infrastruktúra képítve, tehát full nomád, még egy WC sincs, úgyhogy az nehézkes, de nekem az nagy vágyam, hogy ott a Gólemen vagy a Debrecenin egy 3-4 napos pecát eltöltsünk. Gyerekkorunkban egyébként pecáztunk ott heteket. Mert a szüleinkkel oda jártunk nyaralni, és ők pecáztak. Hát igen, de ott inkább a strandolás volt a lényeg. Nekünk igen, akkor még. Jó, következő kérdés. Csumpilla Tamás. Sziasztok! A kérdésem az lenne, hogy mi a véleményetek, próbálom jól elolvasni, Diavan X Féder botokról. Hát nekem így a névre ránézve, nekem az a véleményem, hogy ez egy kínai koppintás, aki a Daivát szeretné lekoppintani egy a neve alapján. Megmondom őszintén, én rákerestem a neten, és nem találkoztam ezzel a bottal. Tibike, te találkoztál vele? Nem elírás, ez ilyen. Vagy ha elírás, akkor küldjétek meg, Tamás, légy szíves, küld meg, hogy ez elírás, vagy tényleg erről a botról kérdezel. Én próbáltam rákeresni, és nem találtam semmit, de hogyha tényleg létezik egy ilyen, akkor ez nekem nagyon gyanús, hogy ez a Daivára akar valahogy hajazni, és valahonnan egy távol-keleti gyárból származna. Ha ez így van, akkor a véleményem az, hogy ne vegyétek meg. Jó. Nem azért egyébként, mert hogy ezek a botok nem lehetnek jók, de ezek a koppintások szerintem inkább több kárt okoznak, mint hasznot, akkor inkább valamelyik Magyarországon is támogatott
belépő márka, nem akarok márkákat lebecsülni, ilyesmit, de akkor kezdjetek egy Nevis belépő botokkal, a Haldorádónak, a Dömegáboréknak is vannak nagyon jó belépő botjai, Carbzumnak is vannak, és ezek mind olyanok, akiknek van Magyarországon ügyfélszolgálata, bármi probléma van, oda tudtok menni, és azt tudjátok mondani, hogy ez történt, cseréljétek, vagy javítsátok meg, és akkor meg ezekkel az ilyen no-name ismeretlen botokkal ilyen biztos, hogy nem lesz, úgyhogy én ettől úckodnék a helyetekben. Szoktatok? Következő kérdés, Molnár Dominik, szoktatok pergetni, vagy próbáltátok már? Tesóm, szerintem te nem. Nem. Én igen. Én amikor egyetem után Budapestre költöztem, és elkezdtem dolgozni, akkor tulajdonképpen nekem a peca évekig az a pergetés volt. Én kiváltottam a dunai éves engedélyt, és a 13. kerületre a Rákospatak befolyójához jártam nagyon sokat pergetni. Egyszer pergetőtáska, bot a kezemben, meg a Margit szigetet pergettem körbe. Kisebb-nagyobb eredménnyel, inkább kisebb, de azért néhány balin, süllő, csuka, kősüllő, azt hiszem ezeket fogtam. Sőt, még nagyon pici villantóval még jászkeszeget is sikerült pergetve fogni. Mióta a tesóm mondta, hogy kezdjünk el féderezni, illetve így ő is így belecsöppent a pecába, én pergetni azóta nem voltam. Mindig elgondolom, hogy kéne menni, de nekem most már jobban esik ez a pontyozós féderes horgászat. Nyugodtabb? Hát nem csak az, hogy nyugodtabb, hanem sikerélmények is több. Most mi most mászkáljuk itt körbe-körbe, de lehet, hogy elmegyek. Valaki, aki akar velem pergetni, szóljon, írjon ránk, és hogyha tud valami tuti helyet, én így a téli időszak alatt szívesen elmegyek vele, pergető cuccom van néhány rapalám, villantón, gumihalam, aztán, ha gondoljátok, akkor elmegyek veletek szívesen. Egy jó süllőt szívesen fognék, az január-február időszakban talán még lehet. Ideg van, egy kis szünetet kellett tartsunk, feltöltöttük magunkat egy kis szívmelengetővel. Szóval a pergetős kérdést azt szerintem megbeszéltük, és a következő kérdés Nagy Bertalan kérdezi, hogy terveztek valamikor elmenni újra a Pozsár Horgász vendégházra? Szerintem mostanában nem tervezzük. Hát én nem, de valamikor még biztos. Szerintem nekem igen, az a hely. Nekem is. Az is hasonló ehhez, nagyon kulturált házat, nagyon, és jól éreztem magamat ott, szép a környezet, tisztaság van, jók a faházak, és hát szép halakat fogtunk, amikor fogtunk. Úgyhogy tervezzük, csak nem mostanában. Következő kérdés, Vörös Gábor. Mely botorsó gyártókat javasolnátok másoknak, akik most nézelődnének féderból is pontyozó botok terén? Csak a Dajva, egy viccet félretéve. Bármelyik jó minőségű, ahogy az előbb említettem már, szerintem bármelyik jó minőségű, hazai képviselettel rendelkező gyártót javasolni tudunk. Mi ugye majd ez később ki fog derülni, hogy miért a Dajvával állunk kapcsolatban. Az ő termékeiket mindenféleképpen tudjuk javasolni, de hát az korábban említettem, tehát gyártó független. Na, Shimano-nak vannak nagyon jó cuccai, mind orsó, mind botok terén. Szerintem a Haldorado, a Bajdöme termékek között is vannak nagyon jók. Neki van az induló szériája, ugye, a alsóbb szériája, mind botból, orsókból, és már azért egész jók a Pöpec cuccai is. És hát ugye, ne felejtsük el Walter Tamásnak a széria Walter botjait, amit hát, ha jól tudom, a Dajva gyárt neki egyébként nagyon sokat, de neki is vannak nagyon jó cuccai, mind orsó és mind bot terén. Olyan botot tudunk ajánlani, amiket már használtunk, vagy használunk, mert a többit mondjuk annyira nem ismerjük. Dajvának tényleg megvan a teljes szortimentje, nagyon széles a paletta, tudtok választani minden ár, és mindenféle féderezéshez, mindenféle ponthorgászathoz. Hát igen, gyakorlatilag a... Kipróbáljuk és tudjuk, hogy milyenek, tehát nem egy olyan botra mondjuk, amit még nem használtunk. A pénztárca dönt, szerintem nagyon sokban, és hát azon belül pedig nyilván az egyéni preferencia. Most mondhatom én, hogy nekem a Dajva Emblem bot nagyon tetszett, hogyha valaki nem szereti a feszes távdugó botokat, akkor neki az nem lesz jó. Nekem nagyon tetszik az Enzon Z Fader bot, de ha valaki nem akar X összeget kiadni érte, akkor nyilván hiába nagyon jó bot, ő nem fogja azt megvenni, viszont tud akár gyártón belül, akár más gyártóknál nagyon jó botot szerezni. Én nem szeretnék senkinek azt mondani, hogy már csak ez a jó, vagy csak ezt használd. Szerintem nagyon sok jó botgyártó van. Ezek közül az egyik legjobb szerintem az, amivel mi is horgászunk, nem véletlenül ezeket használjuk. Bocsánat, hogy közben nézegetem a telefonot, de mindig lezár, és azt fel kell nyitnom. Következő, dobástechnika. Hogy a csodába tud bátyád ilyen nagyot dobni? Milyen tanácsa van? Bátyám, hogy a csodába tudsz ilyen nagyot dobni?
Hát először is tegyük tisztába a dolgokat, nem dobok nagyot. Tehát azért láthatjátok, hogy vannak olyan meg nem is dob szépen, én múltkor láttam hátul, júj, mondom, ez hogy fog, de oda megy valahogy, én nem értem, hogy ilyen csálébe, és mégis oda dob, ahova akar. Itt a kis sziget sarkába úgy bedobott tegnap, mint a szél. De egyébként változik, tehát szépen, szépen fejlődik szerintem mindenki, gyakorolni kell, ennyi. Meg le kell lazulni néha egy kis röcske mellé, és minél lazábban dobtok egyébként, annál jobban lehet szerintem. Nézzétek meg a Móri videónkat. Kérdezte valaki tőlem, nem itt kérdésként, hanem egy, azt hiszem Messengeren írt rám a kedves nézőnk, hogy a 100 grammos Enzon S-bottal mekkorát lehet dobni. Na hát bátyám, Móron a 100 grammos Enzon S-bottal horgászott, ami egy vékony, finom, mondhatjuk úgy, hogy lágy médium pálca. Lehet, hogy heavynek van írva a karakterisztikát, de nem, az nagyon lágy, láthattátok fárasztás közben. Mm. És hát standard módon dobálta a 100 métereket, ott a Móri tónál annyi volt a túlpart, aztán egyszer csak, hogy mondta az előbb, elhazult a fröstől, aztán nem említettem sem, de most úgy átküldte a szemközti partra a fa tetejére, hogy a mókusok itt szétugrottak. Hát az egy alsó hangon 120 méteres dobás volt, és szerintem az, annak a fő tanúsága az, ami egyébként nekem még nincsen meg a távdobáshoz, hogy nem kell félni attól, hogy elrecsen a bot. Ugyanis nagyon sokan azt mondják, hogy ha normál módon dobsz, tehát hogyha nem koppintod oda, nem csapod oda semmihez, ezeket a botokat, ezeket a mai karbonokat, ezeket dobás közben, ha megfelelő súlytartományban terheled, akkor gyakorlatilag normál módon nem tudod eltörni állítólag. Én majd ezeket ki fogom próbálni. Törni fogsz? Nem törni, de ugye van nálam egy-két bot, amit a Daiwától kaptam így kipróbálásra, tesztelésre, és amikor átvettem a botokat, megkérdeztem, hogy úgyisten igazából beleállhatok és meghúzhatom őket, és mondták, hogy persze nyugodtan, hiszen nekik az elvisz, és mondom, mi van, hogyha eltörik? Hát ha eltörik, akkor eltörik, ők azt mondták, hogy nem valószínű, hogy elfog, hogyha a már említett súlytartományon belül használjuk. Ha esetleg meg valami van vele, akkor az nekik is egy jó visszacsatolás lenne, úgyhogy én most megpróbálom azt levetkőzni, hogy én féltem a botjaimat. Például az Enzon Z-kkel nem tudok akkorát dobni, mint Tesón vagy éppen Tibike, mert én egyszerűen nem merem úgy meghúzni, hiszen ez a botok 300 gramm alatti botok, én azt hiszem, hogy na most fog elrecseni, és soha nem recsen el. Úgyhogy talán a technika az, hát inkább annyi, egy mentális az a dolog, hogy persze sokat kell gyakorolni, de azt, hogy ne féljetek, hogy eltörik a bot. Nyugodtan húzzátok meg. Jó, következő. Sebestyén Benjamin, milyen csalikat, etető anyagokat ajánlotok hideg vizekre? MedMix, Extreme Fish, Monkey, ezeket használom. És a pelletek. Kettőnek a kombinációja nagyon jó eredményekkel működik minden időjárás között. De egyébként nézzétek meg a tavon, mi működik, ha elmentek horgászni, és az fog nektek is működni. Dumagép. Én meg felmegyek az SBS oldalára, és megnézem, hogy az adott csalit milyen időszakra ajánlják. Plusz még annyit hozzátennék, hogy így téli időszakban CSL, az szerintem nagy segítség tud lenni, plusz Tibikének a házi pálinkája, amit most elfelejtett elhozni, azért nem is fogunk most itt halat. Igen, ennyi. Tényleg, Tibi. De legközelebb, ha megyünk még a koi horgásztóra decemberben, akkor szerintem a házi pálinkát kivisszük, aztán ott szétcsapunk a halak között. Mi nem isszuk, hanem odaadjuk. Ja igen, mi a halaknak adjuk. Jó! Egyébként tényleg tavasszal és ősszel szoktam locsolót rakni, és a házi pálinka az nagyon jó, a kipárolgása miatt. Hát terül a mederfenéken. Igen. Jó, nézzük. Megint csak Vresgyák János. Hali, mikor lesz kész az applikáció, amiben a fogásokat lehet jegyezni? Hát ha hiszed, ha nem. Most így az unalmas órákban én még most is így csiszolgattam bizonyos funkciókat az applikáción. Szerintem azt már említettem a YouTube-os kérdések alatt, hogy én jövő január-február környékén tervezem úgymond piacra dobni az alkalmazás. Nagyon remélem, hogy addigra el is készül. Gyakorlatilag már most nagyon jó állapotban van. De még egy-két dolgot csiszolnom kell rajta, illetve lesz majd második és harmadik verziója, már a fejemben megvan, hogy milyen funkcionalitásokkal fogunk bűvülni, de az legyen meglepetés. Folynak a beta tesztek, csak hát nem fogunk alatti, nincs mit bejegyezni. Igen, itt van a telefonomon is, majd megmutatom nektek. Vagy nem tudom. Varga Zsolt. Elég sok vizen horgáztatok már kis hazánkban és azon kívül is. Mik a tapasztalatotok? Itthon vagy külföldön szigorúbbak a horgászokkal? Szerintem ezt a tó válogatja, tehát van, ahol itthon rá se néznek a horgászra, van, ahol ellenőrzik.
Például a Blattől nagyon féltünk, ott ugye az volt a jegyen, hogy elkobozhatják a felszereléseteket, hogyha vétetek a szabályok ellen, ami a jegyen le van írva. Aztán kijött a csávó, megnézte az útlevelünket, megnézte a jegyet, azt mondta viszontlátásra. Tehát rá se nézett, hogy mit etetünk, mennyit etetünk, hogy etetünk, mivel milyen horgászunk, hova horgászunk. Tehát például az ilyen szempontból semmi. Tribajba rá se néznek a felszerelésünkre. Elmondják, hogy legyen nálad bölcső, viszontlátás. Hol voltunk még külföldön? Ez a kettő. Nagyjából. Ennyi. Hát itthon meg ugye tó válogatja, van ahol nem néznek rá, van ahol kiveszik. Például a bázison nagyon sokan horgáztak olyan felszereléssel, ami nem ahhoz a nagy halakhoz való, ami ott van, és ott most már így szerintem tök jól csinálják a srácok, hogy azért körbe járnak a tavon is, és kivetetik a szereléket, és megnézik, hogy valóban elhagyós, valóban a megfelelő méretű hurok van rajta. Tehát ott például szigorúan veszik, és meg is tudom érteni, hogy miért. Igen, az az igazság, hogy tényleg sok helyen járunk, hál' Istennek, és sajnos látjuk az eredményét a felelőtlen horgászatoknak, beszakadt szerelékek, rosszul összeállított szerelékek, mi is szoktunk kihúzni olyan halat, ahol hát jó, dupla hát fertőtlenítés és egyéb dolgok szükségesek a halaknál. Ez ilyen, ezért, ez van. Ezért van az ellenőrzés. Nem azért van, mert az egy jó dolog, hanem azért, mert sajnos ilyenek vagyunk. Ja, és igen, Harsányban például megmérték a zsinórvastagságot. Ott be voltak dobva a botok, ugye ott 28-as a minimum, és jöttek mikrométerrel, oda köszönt a halőr kedvesen, oda ment, végigmérte az összes botot, és mondta, hogy viszont látásra megfelel. A következő túrán, amikor ott voltunk ott még egyszer, akkor én vittem, volt egy olyan orvos, amiben nem voltam biztos, hogy az jó, eleve úgy kezdtem a pecát, hogy jól vittem, mérje be, azt mondta, hogy korrekt, megfelel, úgyhogy tudtunk horgászni. Jó, következő kérdés ebben a témakörben, még mindig Zsoltól. Mielőtt elmentek egy számotokra ismeretlen vízre, informálódtok a helyről, vagy a saját fejetek után mentek az eddig bevált csalikat, kajákat viszitek matokra? Szerintem ezt már tesó megválaszolta egy korábban. Ő informálódik, én a saját fejem után megálmodom, mit akarok, aztán hadd szóljon. Dobós peca, vagy a behordós jobb nektek? Szerintem mi dobósan nyomulunk. Dobós. Bár néha, főleg ilyen helyeken, ahol nagyon nincs kapás, és Tibike itt van velünk, azért az etetőhajóját kihasználjuk, de főleg itt is leginkább a radar tetszik benne, hogy a meder alakulat, nem a halat nézzük, hanem a meder alakulatot, és ha valahol megtalálunk, akkor lebújázunk, és inkább dobunk oda. Illetve a coin volt olyan, amikor itt csónakkal vittük be, hát a számunkra új élmény volt, de ott sem motort képzeljetek el, beelveztünk a rendelkezésre álló elvezőkkel, és szép mellettettük a csalit. Ott viszont az nagyon kellett, mert a koinak ilyen az alja, mint egy tojástartó, tehát hogy ott dobva nem értük volna azokat a helyeket, az ahol horgáztunk. Azon az álláson, igen. Jó. Én azt mondom, hogy szerintem azért kihívás szempontjából mindegyiknek vannak érdekességei, de én úgy gondolom, hogy a sporthorgászat irányában az inkább a dobós, hogy tud megdobni, tud pontosan megdobni, és én is a spombozós, nekem most nagyon tetszik ez a spombozós dobós peca, kimérem a távolságot a kis távolságmérő karóimmal, spomb dobás, ahol ez működik, ott az élvezetes peca, de van, ahol ez nem működik, és ott kénytelenek vagyunk használni is ezeket a technológiai vívványokat. Legutóbb, második nap bérültünk egy motort, hogy be tudjuk húzni. Az igaz. De hát ott beúszhattuk volna egyébként evezővel, és csak az igen csak fárasztó lett volna. Jó, Viktória miért nem horgászik? Ezt még szintén Zsolt kérdezte egyébként. Zsolt, ő innen is üdvözletem küldöm neki, ő is egy nagyon régi nézőnk, és ő például fel is felajánlást is tett, amikor ajándékcsomagokat osztogattunk, amit ezúttal is szeretnénk neki megköszönni. Viktória sokszor eljön velünk horgászni, ő nem annyira a horgászat részét szereti, bár egyébként, ha úgy alakul, akkor megfogja a botot és kifárasztja is a halat, hogyha dupla kapás van. Ő szokott a filmjeink nagy részét, azt ő veszi fel, ő nagyon szereti ezt a fényképezős kamerázós dolgokat, illetve... Csali választás. Illetve a csali választás, igen. Tehát, hogyha azt mondja, hogy pirosat rakjak az etetésbe, akkor abban lesz piros bolni, még ha ízben nem is felel meg. Nézd a vatkam videót. Na, lépjünk tovább. Szabó István, sziasztok! Terveztek versenyszerű horgászatot, vagy kipróbálnátok magatokat egy NBBH IBCC-n? Versenyszerű horgászat nem. Nem. És én itt szeretném egyébként azt megjegyezni, hogy az NBBH IBCC az egy más világ. Tehát mi ilyen hobbi horgászok vagyunk. Igen. Én itt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a Foxosok készítettek, Gál Józsi egy nagyon jó filmet erről, ez fent van a YouTube-on, ahol elmentek a Venom Fox teamet megnézni, Drajkó Daniékat, hát az hihetetlen, hogy ők ott mi technikával fel vannak szerelkezve, két motor, három csónak, vagy három csónakon mindegyikre két motor, mit tudom én hány akkumulátor, egy ilyen MBBH-n, egy kilométerre húznak be. Mondták a srácok, hogy normál esetben 50 perc még megfordulnak egy behúzás meg vissza, addig azt tudják a többiek, hogy mi van velük, meg hogy vannak. Ilyen
annyi, a második vagy a harmadik napon voltak ott, az hihetetlen már 5000 méter zsinort elhasználtuk. 5000 méter zsinort én egy szezonban nem használok el, vagy kettőbe. Ők meg egy verseny első felébe. Tehát nem, az más világ. Nem. Én egyébként még egy ilyen normál kis baráti horgászverseny szem. Nekünk a versenyünk ez a Carcross, vagy Brohorse, vagy amit mi csinálunk. Nem szeretem ezt a versenyzést, nekem a horgászat szórakozás, nem kell még itt. Elég feszültség van a munkában, meg a melóban, nem kell még ide a horgászatba is belevinni. Jó, nézzük a következőt. Horváth László, ha a bojlizásba jobban belemerülsz, akkor fogsz majd etetőhajót venni? Ha igen, miért? Nem tervezem etető, gondolom ez nekem szól ez a kérdés. Ahogy mondtam az előbb, én ennek inkább ennek a, hát mondjuk úgy, hogy angolos jellegű, ez a spombolós, dobós, kimérős pecának vagyok a híve. Etetőhajóba nem tervezek beruházni. Azt nem mondom, hogy soha, mert hát lehet, hogy úgy fog változni majd a nem tudom mi így az évek során, hogy majd kell, de hogyha kell, akkor Tibike itt van velünk, ő hozza az övét, nagyon jó etetőhajó van, használjuk azt. Én így nem nagyon tervezem ezt. Jó, menjünk tovább szerintem. Ismét László kérdezi, hogy terveztek menni a Nemesnád-udvari tőzeges túra? Mondom, őszintén én nem tervezem oda menni, nem tudom, hogy tesóm mennyire, ez ilyen nagy topos víz. Igen, kemény. Eleve tesóm nem is horgászhatott, hiszen ott féderrel, ha jól emlékszem, nem lehet horgászni, tesóm meg csak akkor vesz pontyozóbotot a kezébe, hogyha odaadom, hogy fog már meg, mert valamit kell csinálnom. De majd ez változni fog a közeljövőben, még nem akarom lelőni a poént, hogy hol. De nem igazán tervezik én ezeket a tokokat, megmondom őszintén, én nem nagyon szívlelem. Egy időben az nagy sláger volt, betelepítették a Magyarország vizekbe egyébként, főleg azért, hogy amikor eljönnek így a hülye horgászok, mint mi most novemberben pecázni. Télen is horgászni akar, azt tudja. Ugye a tok az ilyenkor aktív, de hát hol van, nem jön. És hát ugye egy ideig jó volt, kuriózum volt, aztán nagyon sok pontyos helyen már inkább azt mondom, hogy inkább vigyék innen a francba, mert beetetsz bojlit, pelletet, megcsinálod a jó kis etetésedet, aztán jön egy ilyen tokfajzat, az felporszívódza az egész. A pontyokra meg várhatsz, rosszabb, mint a harcsa. Na, hát ennyi. Következő kérdés, Nagy Tamás. Tervezitek-e, hogy saját felszerelésen, dajva, kívül más pontyos, féderes, dajva, Shimano terméket is teszteltek? Igen, tervezzük. Ugye, amit most nálunk láttok felszereléseket, ezek egy része saját. Egy része, ahogy már lehet, hogy egy korábbi videóban említettem, én a Dive-a Magyarországgal kötöttem egy ilyen megállapodást. Felmerült az, amikor én harsányba mentem, hogy szükségem van egy pontyos felszerelésre, és ők kölcsön adták nekem az emblem felszerelést. És amikor én vittem vissza nekik a botot, akkor ott voltak a 2022-es termékek kiterítve az asztalon, és akkor így szót követett, beszélgettünk a kollégákkal is, és hát én felvetettem nekik, hogy mi lenne, hogyha én ezeket kipróbálnám. Ugye bátyám féderrel horgászik, akkor én egy kicsit színesíteném a csatorna tartalmát, és akkor horgásznék ezen a pontyos vonalon. És nekik nagyon tetszett ez az ötlet, és most az a megegyezés született, hogy így az elkövetkező hónapokban, vagy remélem években, én így a Dive-tól időről időre fogok kapni egy-két botot, egy-két orsót így kipróbálásra, és akkor így egyrészt be tudom nektek mutatni, hogy mik az aktuális újdonságok. Például most egy Dive-a Vertis névre keresztelt bot van nálam, ami 2022-ben fog megjelenni. Például ez az egyik ilyen első fecskéje ennek az együttműködésnek, és terveink szerint, ugye most állítjuk össze a tervet, szerintem 2022-ben is számos Dive-a terméket fogok tudni kipróbálni, illetve a bátyám is a féderező vonal, tehát ezt így kiterjesztettük. Amikor megállapodtunk így a pontyozó dolgokról, akkor szintén felvetettük, hogy mi lenne, ha a féderes vonalon is menne. Ez így a saját cuccaink mellett sokszor láthattok majd minket a közeljövőben kipróbálni akár féderes terméket is. Bátyám a féderes vonalat, én pedig a pontyos vonalat fogom nektek bemutatni, ez orsókat és botokat jelent, plusz még talán egyéb kiegészítőket is, ez még nem teljesen tiszta, de lehet, hogy kiegészítők is lesznek. És hát úgy állítottuk össze ezeket a felszereléseket, hogy legyen benne magasabb kategóriájú és alacsonyabb kategóriájú termék is. Ugye az Emblem bot az közvetlen a csúcs kategória alatt van egy szinttel, a Vertis bot ugye ez inkább a középkategória alsó fele, lesz majd a kettő közötti bot is nálam, sőt idővel akár még a pontyozó botok csúcs kategóriáit is sikerül elérni. Ugye a Féder botok tekintetében a csúcs kategóriával indítottunk, hiszen ott nekünk megvan már az Enzon Z botunk, de miket fogsz megmutatni? Ninja, Black Widow. Tehát kövessétek a csatornánkat, mert
mert a Daiwa kínálatából nagyon sok, hát szinte az egész szortimentet remélhetőleg be tudjuk majd mutatni így az elkövetkező hónapokban, években. Shimano tekintetében nincs, ugye mi a Daiwával kötöttük ezt az egyességet, nem tudom, hogy majd a jövőben ez hogy alakul, ha megkeresnek minket más gyártók, akkor erre lehetőségünk lesz-e. Egyelőre én úgy gondolom, hogy itt olyan mennyiségű terméket fogunk tudni bemutatni, hogy ez az elkövetkező hónapokra, sőt akár évekre ez bőven elég lesz, ugyanis egy bot bemutatás az nem csak annyiból telik, hogy én egyszer elviszem horgászni, és akkor hopp, ez be van mutatva, hanem például ez a Vertis bot, ez már most ez a harmadik vagy a negyedik horgászatom, amikor itt van velem, és hát nyilván így ez idő alatt már felgyülemlik bennem annyi impulzus, hogy tudok véleményt mondani róla is, és akkor egy megalapozott, nem egy marketing véleményt fogtok hallani, hanem egy megalapozott véleményt, és ezt még nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy amikor mi a Daiwával erről az egész dologról beszéltünk, akkor egyrészt ez kikötés volt a mi oldalunkról is, és ők is mondták és maximálisan támogattak, hogy elmondhatjuk az őszinte véleményünket. Tehát ha valami nem tetszik, akkor elmondjuk azt, hogy nem tetszik, ha pedig tetszik, akkor elmondjuk azt, hogy tetszik. Tehát őszinte saját véleményt, szubjektív véleményt fogunk alkotni ezekről a felszerelésekről, és ezzel a feltétellel mentünk bele ebbe az együttműködésbe, és egyébként nagyon pozitív volt a Daiwások hozzáállása, mert mondták, hogy másképp ők sem mentek volna bele, tehát ők is azt szerették volna, hogy ami nekünk a szívünkön, az a szánkon, mondjuk el nektek, úgyhogy ezt fogjátok kapni az elkövetkező hetekben, hónapokban tőlünk felszerelés mustra tekintetében. Remélem ezzel sikerült megválaszolni jó hosszan ezt a kérdést. Így van. Akkor a következőre te fogsz válaszolni, nem tudom, hogy mi a kérdés. Andrási Zoltán: sziasztok! Terveztek-e esetleg Kecskeméten a Hohó-tón egy pecázást, ahol igen komoly pontjállománnyal és tok, valamint tamurállománnyal rendelkezik? Tervezem? Felrakjuk a listára, megnézzük, és olyan... Én megmondom őszintén, én már láttam, a Walter Tamásnak volt ott egy filmje. Hát az egy olyan tó, amit ha még én is, aki nem nagy dobó, háttal átdobok keresztbe. Hosszába lehet, hogy már egy kicsit meg kell erőltetnem magam, úgyhogy megmondom őszintén, nekem most így az az érzésem, hogy nem. Tehát az nagyon olyan jellegű. Nagyon kicsi. Uh-huh. Tehát nagyon kicsike az a tó. Nagyon nagy, vannak benne nagy tokhalak, de imént említettük, hogy a tokhal az nem a mi nagy szívügyünk, úgyhogy az inkább nem. Viszont van itt egy másik, hogy a kecskeméti záportározóra szeretnénk elmenni, mely hatalmas vízterülettel rendelkezik, valamint jövőre nyílik egy komoly bojlis és féder, illetve kapitális harcsa és busámmal rendelkező 20 faházas, 10 hektáros, 2,5-5 méteres vízmélységgel rendelkező horgásztó. Na ez Na, utóbbi ez már igen? Úgyhogy kedves Zoltán, hogyha erről bővebb információt tudsz, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, küld el, és arra már szívesebben elmennénk. Tehát az a hóhó, az a kis tó, az annyira nem dobogtatja meg a szívünket, de ez a második, amit említettél, az igen. Ja, és írja is, hogy de arról majd írok, amikor már tudni, mikor nyílik. Köszönjük szépen, várjuk majd az üzenetedet. Jó. Szintén Andrási Zoltán: sziasztok, milyen vastag és milyen márkai főzsinort használtok? Illetve hány grammos kosarakat? Tesó, ez szerintem féderes kérdés. Igen, én 20-as főzsinorral szoktam horgászni legtöbbször, mert úgy érzem, hogy az kellően erős ahhoz, hogy még lehessen nagyobb alakat is fárasztani vele, és távolságokat is el lehet érni. Én nagyon szeretem az asszót, főleg azt nézem, hogyha éjszakai horgászatra megyünk, és nem cserélem minden egyes alkalommal a damilt, hogy éjszaka is látható legyen, ezért látjátok ezt a rikító zöld, rikító sárga damilokat általában. Nem mondod, én megnézem, megy még a felvétel. Jó. De mondjad! És miket szoktunk? Hát ugye a flat kosarat, illetve a pellet kosarat, azt általában a botnak a dobótartományával szoktam nézni, úgyhogy én 40 grammostól egészen 100 grammosig, most szereztem be 100 grammos flat kosarakat. Ugye a nagyobb távolság elérése érdekében a nagyobb dobósúlyú botoknál már azt is lehet használni. De azt szokták mondani, hogy mindig a lehető legkisebbet választ, amivel még eléred azt a távolságot, ahova horgászni akarsz, értelemszerűen a talajon is jobban megáll, nem süllyed annyira bele, úgyhogy ezek határozzák meg azt, hogy mikor, milyen kosárra horgászunk, és mondom, a Damil az leginkább 20-as, vannak olyan tavak, ahol viszont nem engedik most, mivel 28-asra horgáztam én is Harsányba. Jó, szabad ne feledd, technikai szünet, fény problémák vannak, úgyhogy egy perc is folytatjuk innen. Technikai probléma megoldva, mehetünk tovább, én az előző kérdéshez.
Zoltán kéréséhez tartozik, hogy mi a véleményetek a Daiwa Ninja 390-150 grammos féderbotról. Szerintem ilyen lesz nálunk az elkövetkező hónapokban, és majd akkor néhány perc után egy megalapozott véleményt tudunk mondani. Én most csak annyit tudok mondani, hogy biztos jó. Fogásra jó volt egyébként, mert volt a kezembe. Tényleg ott voltunk, amikor az említett Daiwa találkozó volt, bementünk, ott volt kirakva az asztalon egy csomó bot, és úgy egyből rácuppant a féderbotokra, én a bojlisokat néztem, vagy pontyozó botokat helyesebben. Jól néz ki, illetve Vinikének az nagyon van, ugye a kis stalker ninjája. Majd egy kis gyerekeknek való botot is fogunk mutatni, már Vinike horgászott fel, csak sajnos az a peca nem sikerült olyan jól, de jövőre halasz biztos, nem hogy... fogott. Szerintem fogott, csak azzal? Pont nem lett felvéve sajnos. Igen, igen, azzal. Na hát, elmondjuk majd a véleményünket, hogy ha meg lesz. És szintén Zoltán kérdezi, ő nagyon jó sok kérdést küldött, hála Istennek, köszönjük szépen. Főállású horgászok vagytok, vagy munka mellett űzitek a pecázás szépségét? Szerintem ezt már megválaszoltuk, hogy mind a ketten dolgozunk, munka mellett. Sajnos nem főállású horgászok vagyok, bár szerintem ez így jobb. Tehát így azért mi ezt a hobbi része megmaradt, így azért jobb pecázni, mint hogyha már a hátunk közepére kívánnak. Én azt mondtam, hogy valaki kérdezte, hogy meddig fogjuk ezt csinálni, én addig fogom ezt csinálni, amíg az van, hogy amíg várom, hogy menjek horgászni, amikor már az van, hogy már megint horgásznom kell menni, akkor ott abba lesz hagyva az egész a csába. Ruzsinszki Gábor. Sziasztok! Milyen SBS csalikat használtok metodozáskor? Bátyám semmilyet, azt most meg tudom mondani, hiszen ő Fédermániával pecázik. Én nagyon ritkán metodozom, de akkor doppergés, meglepetés, a mini metód pop-upokat használom. Breaking, egy nád úszik a vizen, Tivike, ez képes elvonni a figyelmet. De legalább nem mondta, hogy Ennyi, húzz el valami, azt majd akkor odafigyelünk. A telefonom megint lezárt. Na látjátok, ilyen nehézségekkel kell megküzdeni egy... Telefon vagy Tivike? Tivike, mind a kettő. A telefon is meg Tivike együtt elvonja a figyelmünket. Szóval, milyen SBS csalikat használtok metodozáskor? Elnézést a kis intermedzója. A mini metód pop-up széliria, ez az egyik. Ezekből én nagyon szeretem az oldódó és a nem oldódó verziót, és az oldódót főleg ilyenkor hideg vízben télen. Én azt javaslom, hogy nézd meg a tavaly decemberben a Koi tavon készült videónkat, abban elég jól bemutattam ezeket a mondjuk akkor csak két csalit, a lemon orange-ot és az oldódó ananászt mutattam be, de hát egy egész szortiment van, az ízek alapján pedig tudsz te választani. Illetve én boilis horgászatkor is használom ezeket a mini metód pop-upokat. Ezt éppen erre jó példa a legutóbbi harsányi videónk, amikor a 20 mm-es Hollywood pelletet egy ilyen mini metód pop-uppal hát könnyítettem ki, vagy tettem vonzóbbá, egy ilyen jó kis piros ott a Hollywood pellet mögött, és hát arra jöttek a nagy pontjuk, úgyhogy az SBS weboldalán végig tudod görgetni ezeket a termékeket, szerintem egyébként nagyon jó. Néha használom őket csalitüsként, hogyha nagy ritkán metodozom, illetve hajszálelőként, mind a kettőt jól bírják, úgyhogy ezeket ajánlani tudom neked. Jó, menjünk tovább. Kárfalvi Dániel, sziasztok! Mit javasolnátok kezdő boilisnak? Hova menjen az első pár alkalommal? Hát kezdő boilisként én mindenféleképpen azt mondanám, hogy valami viszonylag könnyű vízre menjél. A könnyű alatt azt értem, hogy mondjuk jól halasított, ahol lehet boilis bottal pecázni, vagy pontyozó bottal pecázni helyesebben. És hát mi van még? Figyelj! Kezdjél kis halakkal. Menj el mondjuk, ha budapesti vagy, menj el a Keve horgászparkba. Nincsenek benne olyan nagy halak, illetve bocsánat, vannak benne nagy halak, csak viszonylag ritka. Tehát ott a technikádat ki tudod egy kicsit csiszolgatni, ilyen 3-5-8 kilós pontyokkal. Ha az megvan, akkor következő lépés, és már biztosan tudod kezelni a nagyobb halakat is, akkor kinézhetsz az általunk is gyakran látogatott bázis horgásztúrót, aztán kézülj fel, hogy szembe találkozol nagy halakkal. Nagyon fontos, hogy tartsd be a tó szabályait, tehát nincsen fonott dobóelőke, minimum 6-os forog, de hát boilisként úgyis azzal fogsz horgászni. Illetve ott aztán, ha már májustól szeptemberig kipróbáltad ezt a partközi etetést, az ugye főleg arra jó, hogy ott nem a boilis tudásodat fogod csiszolni, hanem inkább az, hogy hogyan kell bánni a nagy halakkal, hogyan kell óvatosan kifárasztani őket, hogyan kell megmeríteni, a mérlegelővel kiemelni, stb. Stb. Aztán, hogyha már szereztél tapasztalatot, akkor és tudsz, akkor lehet menni az ilyen jellegű vizekre.
tók, hajfa, házas tó, 20-30 kilós halak. Béla bácsi kolyja. Ja, Béla bácsi kolyja. Az, hogyha már, ha már van bojlis tapasztalatod, az egy nem olyan egyszerű peca, ugyanis nagyon, nagyon sok hal van a tóba, viszont terepviszonyát tekintve nagyon nehéz. Tehát első lépésként én azt mondom, hogy inkább egy ilyen tokaj legyen, ahol ez egy feltöltött tó, gyakorlatilag ki van, semmi medertörés nincsen, egy hatos víz ott a faházastavon, van egy kicsit mélyebb ott egy hét, van egy kicsit sekélyebb ott egy három, ott inkább az, hogy hogyan csalizol, hogyan prezentálod, hogyan etetsz, aztán ha ez megvan, akkor jöhetnek a kicsit komolyabb medertöréssel és terepviszonyokkal rendelkező bányatavak. Én körülbelül valahogy így építeném fel. Tesom, te erre mit mondasz? Én nem bojlizok, tudod jól. Hát jó, de hát attól még javaslatod lehet, neked mindenhez van javaslatod. Mindenhez is, igen. Nem működik a telefonom, lefagyott. Igen, valóban a halak kezelése az első, és utána lehet menni azokra. De szerintem a legjobb az, hogyha olyan tavon kezd az ember, ahol vannak élmények. Mi is ezt csináltuk, szerintem kerestük ezeket az egyszerű, kicsit intenzívebben telepített vizeket, ahol hamar megjöttek a sikerélmények, és hát ezen nem jutottunk még el a gólemre, ahol lehet, hogy hetekig ott ülnénk egyetlen kapást várva. A lényeg az, hogy ne egyből olyan tóra menjél, ahol 20 kilós halak vannak. Tudom, hogy nagyon vonzó, de tanuld meg a halak helyes kezelését a 3-5-8 kilós nagyságrendben, és amikor ott már biztonsággal megy a halakkal való bánásmód, utána már mehetsz bárhova, ahol ilyen nagyot tudsz fogni. Mondom, én először az ilyen feltöltött jellegű tavakra mennék, és utána a bányatavakra. És elérkeztünk az utolsó kérdésig. Gavló András kérdezi, hogy hello, terveztek még jönni a Dabasi Mántelki horgásztóra, ha igen, mikor ez a Malév tó? Igen. Tervezünk? Szerintem tipikusan olyan nyári víz, ahova érdemes egyszer-egyszer visszamenni, sőt, egyszer gyerekekkel is talán. Úgyhogy lehet. Elképzelhető. Elképzelhető. Én nekem most a közeli terveimben nem szerepel egyébként. Nem volt rossz, de voltam már jobb tavon is. Nagyon szép tiszta vize van. Valószínűleg az lesz, hogy ahogy Tesson mondta, hogy egy ilyen tavaszi-nyári pecán így kiugrunk egy napra, aztán meglátjuk, hogy egy nap alatt mit tudunk elérni. Ha nagyon beindul, akkor meg ott maradunk. Ennyi. Akkor gyerekeket hazaküldjük, hogy vezessenek haza, hozzák ki a saját, aztán jöjjenek vissza hozzák. Ne a viccet félretéve, ennyi volt a kérdéseknek a köre. Remélem, hogy sikerült mindent megválaszolni. Hogyha esetleg marad bennetek még kérdés, akkor ne habozzatok feliratkozni a YouTube csatornánkra, illetve oda küldhettek Messengerben üzenetet is, azt általában én válaszolom meg. Hogyha bátyámhoz vagy éppen Tibikéhez van kérdésetek, akkor én azt általában továbbítom, és akkor a választ meg szoktam írni nektek. Kicsit hosszúra sikerült ez a videó, ránk is esteledett lassan. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, és hát maradj! Igen. Csak annyit szerettem volna én is mondani, hogy tényleg nagyon, nagyon szívetmelengető, hogy ennyi idő után is még írtok nekünk, kérdeztek minket, nagyon sok visszajelzést kapunk. Köszönjük szépen, és tényleg örülünk neki. Igen, a tavalyakhoz képest, ugye tavaly is volt egy videónk, hát most jóval több kérdés jött. Valószínűleg a videó is hosszabb lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ha esetleg ez a videó az első, amit láttok tőlünk, hát nyilván nem a legjobb, meg a leginformatívabb, akkor nézzétek meg a többi videónkat. Aki esetleg még nincsen feliratkozva a YouTube csatornánkra, az mindenféleképpen tegye meg. A nézőink 85%-a nincs még feliratkozva, és a YouTube nagyon nézi, hogy mennyi a feliratkozók szám, úgyhogy egy kicsit pörgessük meg. Én évvégére szeretném elérni a 7000-et, most léptük át a 6000-et, úgyhogy... Aha, bár nem tudom, mikor megy az adásba, lehet, hogy már az évvége lesz, úgyhogy 2021 évvégére szeretném elérni a 7000-et, nem 22, hogyha ez esetleg akkor megy ki. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és megnéztétek ezt a videót is. Menjetek sokat horgászni, kövessétek a filmjeinket, és találkozunk. Hát 2021 végén is, ha még jön akkor ki filmünk, illetve 2022-ben nagyon jó helyekre fogunk menni horgászni jövőre, úgyhogy tartsatok velünk akkor is mindenféleképpen. Sziasztok! Sziasztok!